Az Univerziádé most alkalmat ad egy kis multidézésre is. Hogy volt ez annak idején az Univerziádékon? Hányszor győzött? Én 4 alkalommal indultam, 1959, 61, 63 és 65-ben. A 65 óta legszebb, mert azt Pesten rendeztük, még gyönyörű Univerziádé volt. 4 alkalommal nyertem, férfitől egyéniben. Úgy tudom, hogy mai napig sincsen a Univerziádé Guinness könyvében, aki 4 alkalommal ugyanabban a fegyverlemben vagy sportágban aranyérmet tudott nyerni. Remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy csupa gyenge volt az ellenfelem, mert olimpiai és világbajnokokat sikerült legyőznöm több alkalommal is, és nekem az Univerziádé elsősorban emiatt, de nem csak ezért, ha lenne idő, akkor elmesélni, miért tartom fontosnak az egyetemi sport világjátékokat, az Univerziádét. Azóta kimerem mondani, több mint 50 év telt el, ha jól számolok. Mennyiben képes ennyi idő után is őrizni az Univerziádé szellemiségét ez a mozgalom, amit az egyetemi sport jelent? Én azt gondolom, hogy egy negatív hullám volt. Annak idején, amikor mi vívtunk, akkor ez egyik legfontosabb verseny volt, az olimpiák és az Univerziádék együtt. Szinte egyenrangú volt, de nem annyira, azért mindig az olimpia mégiscsak. És aztán, miután a világversenyekben bejött a pénz, sokkal inkább, mint korábban, ezért akár a Grand Prix, akár a Gyémánt Liga, akár az olimpia, a nagy és erős versenyzőket egy részét elviszi. Ezért nem is vettek részt például a legerősebb teniszezők mostanában az elmúlt időszakban, atléták sem ezeken az Univerziádékon. Most úgy érzem, és meggyőződésem, hogy ismét elnyeri azt a régen kiharcolt és jelenlévő tekintélyét, a verseny tekintélyét és fontosságát, mint ami a 60-as, 70-es években volt. A tegnapi esemény most konkretizálni szeretném. A tegnap közismert talán, mindenki tudja, hogy megzavarta egy tüntetés a felvonulást, a sportolók felvonulását a saját nemzeti zászlajuk alatt egy politikai okok miatt tüntetés, ami hál' Istennek csak egy pillanatra tudta megzavarni, mert a sport győzött a politika felett ebben a kérdésben, és ez egy számomra nagyon pozitív volt, aki ott ült a stadionban, független attól, hogy milyen politikai, ázsiai, afrikai, amerikai vagy európai vezető vagy versenyző volt, mind iszonyatos boldog volt, hogy nem szakadt meg. Bennem, aki részt vettem a 72-es müncheni tragikus olimpián is, ami ott is egy nap volt, hogy kiderül, de egy napig megállt a vívás, amikor meg is kellett, hogy álljon, mert halottak voltak az olimpiai faluban. Most megint fellebegett a múlt egy pillanatra, hogy most az Univerziádén bekövetkezhet valami tragédia, de nem. És ilyenkor kicsit túlzással mondom, hogy egy erős vezetés, egy demokratikus állam, ami szükségesre meg tudja menteni az Univerziádét. Egy nagyszerű dolgot, ami sokkal fontosabb, mint adott esetben a konkrét kérés, amire a tüntetés ment. Ez az én véleményem, és én nagyon boldog voltam tegnap este, többet magammal, hogy mint Fair Play bizottság elnök, hogy a Fair Play győzött jelen esetben, és anélkül, hogy drasztikusan be kellett volna avatkozni. Számomra ez a 20 nem tudom hanyadik Univerziádé, de emlékezetes marad ugyanúgy, mint az első, meg a budapesti, meg most ez, mert egy tanúságtétel annak, hogy a sport nagyon fontos, és ebben a sport általában, a világ sportján belül az Univerziádé az meg azért is fontos, mert azok a fiatalok, akik itt versenyeznek, és nem pénzért versenyeznek, hanem azért, mert szeretnek és élvezik a sportot és a győzelmet, de a vereség sem olyan tragikus számukra, hogy ez egy olyan érzés többletet tud adni a társadalomnak, ami feltétlenül szükséges, és meggyőződésem, hogy napjainkban ezek a különböző krízisek, ami a világban van, a sport segít ebből kimászni. Köszönjük szépen!